Dombóvár volt az egyik helyszíne az útjelző elnevezésű ifjúságvédelmi programnak. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság, a belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával indította útjára a projektet, amely a fiatalokat érintő problémákra épül, így az iskolai erőszakra, a zaklatásra, a kábítószer használatra, a prostitúcióra és az internet veszélyeire. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy a Tolna megyei rendőrfőkapitányság, a Somogy megyei rendőrfőkapitánysággal és a Baranya megyei rendőrfőkapitánysággal összefogva egy olyan programot hozott létre, amelynek az elemei az élőzene, a manapság modern gyorsvágású videók, valamint némi nemű dramaturgia, és ezen keresztül dolgozzuk fel a fiatalokat érintő különböző problémaköröket. A valóságban megtörtént esetekkel is próbálták érzékeltetni a szakemberek, hogy az említett problémák igenis léteznek, és komoly veszélyeket jelentenek a fiataloknak. A színpadi produkció része volt egy élő zenekar is, a program második részében pedig kötetlen beszélgetés kezdődött a témában jártas bűnmegelőzési szakértőkkel, pszichológussal és Szalai Isti youtuberrel. Talán amivel a leggyakrabban találkozhatnak, az mindenféleképpen az iskolai erőszak és az iskolai zaklatások, illetve ami még nagyon fontos, a virtuális térben élik az életüket ma a fiatalok, ezért az internetbiztonság témaköre is szerintem nagyon közel áll hozzájuk. Az ifjúságvédelmi programot Tolna, Somogy és Baranya megyében összesen 15 helyszínen tartják meg fiataloknak. A szónál...